Szép napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Dunajás-Megyegóváros közgyűlésének mai január 26-ai rendkívüli ülését megnyitom. Indítványozom kettő napirend felvételét, ha is amennyiben a bizottságok megtárgyalták. Az egyik egy úgynevezett sportpark programban való részvételhez szükséges önkormányzati fenntartói támogatói nyilatkoza. Ez határidős, meg kell küldeni a úgynevezett nemzeti sportközpontok részére. Valamint egy a Dunafest Sport Egyesülettel kötött támogatási szerződés megszüntetése. Ennek oka, a rendkívüliségének oka, hogy amikor ezt a közgyűlési határozatot hozta a közgyűlés, akkor ugye még nyilvánvalóan nem készült a 2017. évi költségvetés, azonban a költségvetés tervezésének szakaszában felmerült, hogy bizony-bizony minden kintlevőségre, így arra az 50 millió forintra is szükség van. Ebből adódóan természetesen a jobbikos képviselőtársam joggal megkérdezné, hogy miért a sporttól. A Dunás önkormányzatának vezetése ezt az 50 millió forintot, ha és amennyiben sikerül a polgármesternek elérnie, hogy az egyesület visszafizesse, akkor egyértelműen utánpótlás sportra fordítódik teljes egészében ez a bizonyos 50 millió forint. Azt mondja, hogy kérdezném tisztelettel a gazdasági bizottság elnök helyettesét, hogy a kettő napirendet tárgyalta a bizottság. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a két napirendi pontot a gazdasági bizottság, illetve a pénzügyi bizottság tárgyalta és mindkettőt támogatta. Köszönöm. Jó. Sportbizottság? Elnök úr? Igen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, az Oktatási, Kultúra és Ifjúsági Sportbizottság mind a két napirendi pontot. Köszönöm, a város üzemeltetésének egyet kellett. A szót tisztelt polgármester, a város üzemeltetési bizottság megtárgyalta és támogatta a napirendet. Jó, más napirend felvételére nincs lehetőség. Indítványozom a rendkívül nyílt ülés második napirendi pontjaként fölvenni, tehát ezt a bizonyos Dunafest Sport Egyesülettel kapcsolatos sülőség indítványt, aki támogatja, kérem, igen, ne szavazzon. A közgyűlés elfogadta, felvette a napirendi pontjai közé, így az egy napirend kiegészült kettő napirendé. Aki így e kettő napirendet elfogadja, tehát a nyílt ülés napirendi pontjait, az ismételtem igennel szavazza. Közgyűlés elfogadta. Tanácskozási jogról ez esetben nincsen szó, nincs olyan meghívott vendégünk. Legyenek kedvesek Forgó Krisztina kolléganőnek a jegyzőkönyvvezetés jogát megadni. Közgyűlés elfogadta. Köszönöm. Mielőtt rátérnénk az első napirendre, két nagyon rövid információt szeretnék mondani. Egy, hogy felhívnám tisztelt képviselőtársaim figyelmét, a vagyonbevallási kötelezettség határidejére, jogvesztő határidőre, 2017.01.31. kedd 16 órai határidő, és a jegyzői titkárságra legyenek kedvesek eljutatni. A másik, hogy Isten értesse a város jegyzőjét, kívánok jó egészséget és sok boldogságot, jegyző azt, hogy ma van a születésnapja. Rátérünk az első napirend megtárgyalására, ez a sportpark programban való részvételünk. Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem igennel szavazzon. Közülés elfogadta. A második napirendi pontnál egyéb kiegészíteni való nincs, mint amit az elején elmondtam. A közülés elfogadta az előzőt, amennyiben nincs hozzászólás, kérem igennel szavazzanak. Közülés elfogadta. A következő információkat szeretném még röviden elmondani. A februári rendes közgyűlés ugye 02.16. csütörtök 9 óra. A Barta képviselőnek, hogy az a bizonyos kisbabák újszülöttek kapcsán, amiről beszéltünk ugye a rendes közgyűlésen, az napirendi pontként fog bejönni a rendes rendelet formájában a rendes közgyűlésre. Nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok önöknek.